A külhoni gyermekekre is gondolt a Magyar Református Szeretetszolgálat, amikor idén nyáron meghirdette tanszergyűjtő programját. A segélyszervezet Magyarországon 1100 hátrányos helyzetű vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermek számára biztosított iskolatáskát és tanszereket. Ezen kívül Kárpátalján 100 gyermek részesült az adományból. A Magyar Református Szeretetszolgálat már hosszú évek óta minden nyáron meghirdeti tanszergyűjtő akcióját, hogy ahogy a program neve is üzeni, radírozzuk ki a különbségeket. Az a célunk, hogy azoknak a gyerekeknek és azoknak a családoknak, akiknek komoly anyagi kiadást és nehézséget jelentene a tanévkezdés, őket tudjuk támogatni. Minden évben gondoskodunk arról, hogy ne csak Magyarországon élő, hanem határon túli gyermekeket is támogassunk. Most idén a 2022-es tanévet összesen 1200 diák támogatásával tudjuk útjára indítani. 1100 diákot támogattunk Magyarország szerte, köztük egyébként több olyan családot is, akik a háború elől menekültek Magyarországra, és 100 megtöltött iskolatáskát hoztunk el Kárpátaljára. Ez a 4 református líceum diákjai közül kerül kiosztásra. Tulajdonképpen minden táska, mondhatjuk, hogy nagyjából 30 ezer forint értékű adományt rejt magába. Ugye maga az iskolatáskát is megkapja minden gyerek, és benne pedig minden szükséges eszközt. Itt ugye elsősorban első év folyamos líceumos diákokat támogatunk, tehát amire nekik szükségük van. Füzetek, körző, vonalzókészlet, számológép, hegyező, vízfesték. Tényleg az volt a célkitűzésünk, hogy olyan támogatást nyújtsunk a családoknak, hogy nekik már szinte semmit se kelljen megvásárolni a tanév kezdetére, hanem minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy tényleg örömmel és jól felszerelve tudják elkezdeni az új tanévet. Még sok-sok füzet, körző, vonalzó. Az adományból a nagyberegi református líceum 16 kisdiákja is részesült. A Kárpátaljai Református Egyházkerület keresett meg bennünket, hogy a Magyarországi Református Szeretetszolgálat azoknak a diákoknak, akik az idén a liceumunkban kezdik meg a tanévet, egy tanszercsomagot szeretnének átadni, és a mi feladatunk az volt, hogy ezeket a diákokat ma úgymond előkészítsük erre az alkalomra. Ők itt vannak a liceumban, ők minden nap beutaznak, akár helyileg, helyből, Nagyberegről, akár a környező falvakból. Egy kisfiú hiányzott, de az ő táskája is megvan, és át fogjuk nekik majd adni. Ez még hozzátartozik a feladatunkhoz. Úgy gondolom, hogy ezekben a mostani időkben ez egy nagyon szép gesztus. Azok felé, akik nyilván rászorulnak, azok felé ez pedig egy nagyon nagy segítség. Egy iskola kezdés ma nem olyan egyszerű, nem olyan könnyű dolog anyagiakban sem. Isten áldását kérem életetekbe! Az adományért a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka is köszönetet mondott. Háladó évében vagyunk. Ami ez nagyon fontos a mostani helyzetben, a háborús helyzetben, hogy Isten gondoskodik azokról az iskolákról, azokról a gyermekekről, akik nehéz sorsban élnek, és nem engedi meg az anyagi körzet, hogy meg tudják vásárolni egy ilyen egységtáskát, ami benne, van benne minden. Éppen már, ahogy néztem is, ez körülbelül 30 ezer forint értékű ez a kis táska, táskával együtt természetesen. Én azt hiszem, hogy a mostani helyzetben, akik nehéz körülmények között élnek, ezeknek gond lenne ezeket a táskákat megvásárolni, ezeket a kellékeket. De látjuk Istennek szeretetét, Isten gondoskodik, és küld nekünk olyan segítőtársakat, akiknek a segítségével az anyaország Magyarországról olyan testvérek összefogása segítség keretében küldik ide Kárpátaljára, hogy a gyerekek megfelelő szinten tudjanak tanulni. Ne érezzék a hiány, ne érezzék az, hogy árván vannak hagyva, de Isten gondoskodása keretében minden megoldódik. Az igényeknek megfelelően a szeretetszolgálat mind a 4 kárpátaljai református líceumba eljuttatja a tanszerekkel megpakolt iskolatáskákat.